Sziasztok srácok, itt is lennénk egy újabb videóval, és a mai videóban egy olyan draftot fogtok látni, amiben a játékosokat az Instagram segítségével fogom kiválasztani. Itt az lesz ugyebár, hogy megkapjuk mind az öt játékost, és akinek a legtöbb követője van Instagramon, annak a játékosnak szavazunk bizalmat. És akkor már is megnézhetjük, hogy kinek van ezek közül a játékosok közül a legtöbb Instagram követője. Ezek közül a játékosok közül Bélnek van a legtöbb követője, de majd be is rakom nektek a képet. Na ez most, szerintem így most első tippből azt mondanám, hogy Mbappé. Hát egyértelmű, Mbappé-nek van a legtöbb követője. Ez szerintem megint egyértelmű. Itt valószínűleg Neymarnak lesz a legtöbb követője. Igen srácok, hát akkor itt Neymarnak lesz a legtöbb követője. Menjünk tovább a középpályára. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ide kiket fog kidobni. Egy Icon. Hát ez megint egyértelmű. Ez egy Pogba lesz, srácok. Nézzük a másik középpályásunkat. Ez most érdekes lesz. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként. Nem tudom a követő számokat fejből. Úgyhogy ezt most érdemes lesz kitalálni. Na srácok, hát ez is elég egyértelmű. Itt Coutinho lesz a helyes válasz. Illetve hát a helyes választás. Viszont ez egy érdekes dolog lesz. Szerintem ezek közül Wijnaldum, de megnézzük, hogy itt kinek van a legtöbb követője. Na hát akkor Rakitic lesz a helyes választás. Szerintem ő még a barszás időkből szedett annyi követőt. Na és akkor ezek közül nézzük meg szintén, hogy kinek van a legtöbb követője. Quadradónak 8,8. Szerintem a többit nincs is értelme megnézni, ezek közül akkor a Quadrado fog bekerülni. Na de nézzük akkor a két közép hátvédünk közül az egyiket. Itt szerintem mindegyiket meg kell nézni. Neki volt ezek közül a legtöbb, igen. Úgyhogy Christensen fog bekerülni srácok a csapatunkba. Ez hát érdekes lesz eddig, nem tudom ebből, hogy lesz chemistry. Nézzük akkor, hát itt akkor megint az lesz, hogy mindegyikét meg kell nézni. Minxnek 239 ezer srácok. Nézzük a bal hátvéd posztot. Ott annak az Augustinsonnak van a legtöbb, úgyhogy ő fog a bal hátvéd posztunkra bekerülni. Na és akkor nézzük srácok a kapusunkat. Oblak, Navas, Kári nem Gulácsi. De egyébként lehet, hogy még jól is járunk mondjuk egy Oblakkal. Keylor Navas, 10 millió követő. Az igen. Az mondjuk szerintem a reálos időkből gyűlt össze annak a nagy része, akkor itt egyértelmű Navas lesz a kapusunk, srácok. A csapatunk többi részét viszont szabadon választhatom, hiszen hát így szerintem max reggelig tudnánk eltölteni az időnket, úgyhogy nézzük a maradék posztokra, illetve hát helyekre a játékosokat. Ide most már tényleg olyanokat kellene választani, amikből úgymond egy csapatot is össze tudnánk valahogy fabrikálni. Itt minden van, Real. Mondjuk ahogy nézem, spanyol ligás játékosok is vannak, meg hát ugye Béla reálos kártyája van benne, ez is érdekes mondjuk, de annál érdekesebb lesz így. Escudero, de most pár játékos szerintem be is fogunk dobálni, már csak azért, hogy hamarabb tudjunk végezni. Egy Szala. Mondjuk ha Szarábiát választom, már bocs srácok, akkor ott elő lesz egy teljes PSG-nk. Sehogy sem tudtam volna Szalát beépíteni szerintem. Mondjuk de, hát ha kapnánk egy Icont, az most nagyon jól jönne. Őszintén nem tudom melyik legyen. Nézzük tovább. Ide most valami jó kellene. Ott a Messi. Szerintem Messi lesz, srácok. Messit ide be is pattintjuk. Nem lesz chemistry-e Mbappé-nek. Viszont ha jönne, ott is van még egy Szala. Szóval, hogyha jönne még egy Benzema, akkor még talán meg is tudnánk oldani. De nem jön Benzema. Helyette viszont jön egy Mario Gaspar, amit ide simán be is tudunk tenni. Na srácok, akkor nézzünk gyorsan egy edzőt. Egy La Liga-s edző kellene. Az lenne nagyon jó. Ott is van. Nagyon jó. Na de akkor nézzük meg, hogy kicsi tevés-vevés után hogy fog kinézni a csapatunk. Hát srácok, sajnos ez a csapat sikerült. Nem a legjobb, vagyis nem is a legrosszabb. Lehetne az ennél rosszabb, sőt ott még egy kettős darab chemistry-t még tudunk is hozni. Adjál valami könnyű ellenfelet, meg fogunk halni. Szerintem úgy kikapok, mint a bánat. És srácok, itt az ellenfél csapata, jó. És akkor mehet is a mérkőzés, srácok, engem majd fehér mezben fogtok látni.
és már Mbappéval mindjárt oda bemegyünk a 16-os elejéhez, az és szép lett volna. Az nagyon szép védekezés lenne, de hát... Ó, mekkora védés Navasztól, nagyon szép. Viszont el is felejtettem cserélni, úha. Szóval akkor bejön ide Cuadrado, bal hátvéd, illetve jobb hátvéd posztra, ide meg Rakitic helyére betesszük Christensent. Talán ha Busquetsünk lett volna, akkor őt CB poszton lehetett volna használni, de így maradnak ezek a játékosok. Na nézzük, srácok, így mi lesz. Az jó beadás, de szerencsére ki tudjuk hozni, úgy néz ki. Nagyon jó, Pogba. Kivárjuk, és az egy nagyon jó indítás. Kiugrott a védőket, Neymar, be kell csavarni, Neymar! És ott a gól, úgy is van. Yes, yes, és yes. Neymarra nagyon szép gólt szerzünk, srácok. Áj, de jó. Pogba. Csel majdnem összejött. Mellette nem tudtuk elvinni a labdát. Viszont jöhetünk megint előre. Megint jöhetünk előre. Ú, nem jól fordultunk le. Cuadrado mellett nem tud elmenni. Hát az kemény. Nagyon jó. Kroosszal nem tudjuk. Kroosz mit csinál? Hát... Azt valahogy onnan meg kellene kaparintani. Nem, oda pattan elejébe. És... Az ismétlés pedig Navas kezében landol. Eddig szép. És az a passz is jó. Nagyon jó. Messi. És mehet ki a szélre Coutinho. Mert tovább, Cuadradónál a labda. Adhatnánk be középre. Az jó. És nem 11-es. Pedig azt hittem, hogy az egy 10-i. Pogba nagyon szépen visszapasszolta. Az jó. Mbappé. És az Mbappénak jó. Mbappé. És ott a gól. 2-0, srácok. Ez mekkora meccs. Ahhoz képest, hogy... Hát egy kicsit ilyen szedett-vedett a csapatunk, már 2-0-ra vezetünk. Hát ez mekkora meccs, srácok. Ez most nagyon-nagyon jól megy eddig. Majdnem azt mondtam, hogy Neymar, de közben Messi, és ott a gól. Harmadik gólunkat megszerezzük, srácok, hát ilyet el se hiszem. És szerintem most ki is fog lépni az ellenfelünk. Így is van, srácok, az első meccsen tovább is jutunk át, ez hihetett. Esküszöm, nem hiszem el. Na és srácok, itt van a második ellenfelünk. Ez viszont nem rossz csapat. Hátul van elég sok kemisztője. Na és srácok, megcsináltam a cseréket. És ugyanazok a játékosok jöttek be, mint az előző meccsen, ugye jött Cuadrado és Rakitic helyére Christensen sajnos, mert hát nem volt akiket mást feltegyek. Az viszont lehet, hogy egy jó passz lesz, így van, és be is megy. Adama Traoré, sőt nem is Adama Traoré, hanem Alexander Arnold góljával 1-0. És Theo Hernández már ott van mindjárt a 16-osunknál. Ajaj, az baj. És nem baj. Fejelt ki, jó. Atya úristen, mi volt ott a kapu előtt? Az jó. Mbappé lepattan, ott van még a labda. Az jó, és nem. Hát ez nem jön össze, srácok. Ez a felpattant labda pedig Kroosé lehet, nem lesz Kroosé. Ez baj, srácok, elhúzza a kapus mellett, és bemegy. Ez hihetetlen. És megkerüljük, mekkora csár, srácok. Azt a mindenit, na ez nagyon jó. Na srácok, egy fél órát kellett várjak, mert elment az áram. És hát mondanám azt, hogy bánom, de nem nagyon bánom azután a meccs után, ami úgymond abban maradt. Úgyhogy vegyük át a nagyszerű nyereményünket, legalább az első meccset azt megnyertük. Úgyhogy nézzük, hogy hát kapunk valami fasz a kis csomagot, hát nem kaptunk két gold packet és egy jumbo gold packet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog nekünk jönni. Viszont ha tetszett ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot. És ha szeretnétek még hasonlót, akkor iratkozzatok is fel a csatornára. Hát ezeket a játékosokat maximum egy SBC-ben tudjuk használni. Nézzük a második gold packünket. Rare lesz, és nem lesz walkout. Én ahogy láttam, lehet, hogy board lett. Ó, igen, egy Rafa. Ez még talán jó is lehet. És akkor nézzük a jumbo gold packünket, srácok. Ebből lehet, hogy valami jobbacska jöhet. Ó, nagyon jó. Bajnokok ligás. Orosz játékos, támadó. Ez a... Fú, nem is tudom, hogy kell kimondani a nevét. Legalábbis a nevére sem emlékszem. Az viszont biztos, hogy megvan. Én ahogy nézem, ott is van. Egy Mirancsuk. Nem jutott hirtelen eszembe a neve. Viszont akkor
mondjuk őt lehet, hogy elküldjük a piacra. Srácok, én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Szerintem, ha karácsony körül nézitek, akkor még a LEGO streamemet nem láttátok. Úgyhogy legközelebb valószínűleg ott fogunk majd találkozni. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le az új tartalmakról. Én Lehel voltam, és sziasztok!